önöket Imola és itt Olaszországban az első európai nagydíj, az idei sorozatban a harmadik, a San Marino-i nagydíj következik, amelynek nagy kérdése, miközben megjegyzem, hogy 17-18 fok van és gyönyörű idő, szóval amelynek nagy kérdése, hogy hullanak-e fejek majd a McLaren Mercedesnél az időmérő edzés, vagy a futam után, hiszen a McLaren még nem szerzett pontot idén. És nem is úgy nézett ki tavaly, jó napot kívánok, hogy sikerülni fog ez a tegnapi időmérő edzésen, ugyanis Häkkinen mindössze a hatodik helyre tudott kvalifikálódni, de hát mivel hogy az a fecsvarenda nem számít bele, ezért azért még nem volt annyira ideges a Mercedes csapat, és lámlámhoz csodált a mai második szabad edzésen, míg a Häkkinen már az érre kvalifikálta úgymond magát. Egy 24.97.93-as időt futott, mögött a második helyen Schumacher, aztán Coulthard, Tullit, Rensen és Barrichello következtek, tehát Häkkinen és Schumacher párharca úgy tűnik, hogy erre a futamra is rányomja majd a bélyegét. A délelőtt nagy csalódása Rubens Barrichello szereplése, akinek nem nagyon ment, keveset is volt kint a boxból, és csupán a hatodik időt tudta elérni. Schumacher úgy, hogy mentette a menthetőt, körülbelül a két edzés 3/4-ig ő állt az élen, aztán Häkkinen megunta a dolgot, és végre összejött neki egy gyors kör, épp úgy, mint David Coulthardnak, tehát a McLarenek talán kezdik magukat összeszedni, hogy mennyire tudják, ez a nagy kérdés. Szemmel látható a pedokban, hogy idegesek a McLaren Mercedesnél. Nem nyilatkozik Coulthard, Häkkinen is, ha tudja, elhárítja a nyilatkozatot. Egyszer meg lehetett állítani őt, de akkor is hát látszott rajta, hogy nem szívesen beszél. Szívesebben beszélne ő majd az időmérő edzés, meg a futam végén, amikor mondjuk megszerzi azt a őnáhított esetleges első helyet, de én azt hiszem, hogy most már a Mercedesnél egy harmadik vagy egy második helyen is elégedettek lennének. Hát igen, mert akkor ponthoz jutnának. A 17 futamos világbajnoki sorozatnak ez a harmadik futama, és hogy te is említetted, ez az első európai verseny, tehát most közvetett át Európába a világbajnoki sorozat. Ebben a pillanatban látják az egy órát írva, másodperceken belül elkezd visszaszámolni ez az óra, így van ebben a pillanatban, és ez kezdetét jelenti az edzésnek, évek óta egy időmérő edzés van, számított időmérő edzés a Forma 1-ben, se idő szerint mind a 17 futamon 13 órától 14 óráig zajlik, és ez alatt az egy óra alatt kvalifikálják Eddie Irvine-nak éppen, kvalifikálják magukat a versenyzők a holnapi rajtra, tehát itt foglalják el a rajt pozíciójukat ennek alapján. A pálya az imolai versenypálya, Bolognától 33 kilométerre délkeletre található. A holnapi verseny 62 körös lesz, 305 kilométer hosszú. A pálya 4892 méter. Említettem már az időjárás, nem tudott sétálni a kétből, őt láthatták. Említettem már az időjárás, most azt is érdemes elmondani, hogy imolai gyönyörű helyen fekszik, hogy a San Marinótól nem messze a történelmi Olaszország határán, a Toszkán ugye itt kezdődik, de hát aki nem csak a Forma 1 miatt látogat ide, rengeteg jönnek, látták már a képeket, tele vannak a lelátók, azok is jól szórakozhatnak, és aztán még tűz ráadásra, hogy megnéznek egy Barrichello, vagy Schumacher, vagy Häkkinen párharcot, szóval érdemes ide látogatni. 1980-ban nem tették az első imolai világbajnoki futamot, akkor még olasz nagydíjon, de jött a trükk, San Marino 1981-től, és így Olaszországban, amely ugye az olasz emberek nagyon szeretik az autóversenyzés, két futamra is sor került, hiszen Monza is rendez verseny, az utolsó európai nagydíj szeptember 10-én, és Kanadában rándulnak át a pilóták, illetve a csapatok majd június 18-án, ahogy te is mondtad, Laci, ez egyetlen tengeren túlja sok európai között. Imola egyébként, Zsantot magyaráz az egyik mérnöknek, Imola egyébként annak a helynek a központja, ahol az emberek vérében van a versenyzés, a sebesség, hisz az ősidőkben, az ókorban, időszámítás után 80-ban, itt már rendeztek ennek a pályának a helyén, az úgynevezett Forum Cornelli-ben egy két lovas hintók által vezetett verseny, és azóta itt a sebesség megszállottjai gyűlnek össze Imolába. Nem véletlen, hogy nem messze a pályától található Maranello is a Ferrari főhadiszállása, sőt, hozzá kell tegyem, hogy maga a versenypálya is Ferrari névre hallgat. Először Dino Ferrarinak a 24 éves korában elhunyt Ferrari csemetének a nevét vette fel, majd a Commendatore Enzo Ferrari halála után 1988-ban módosult a neve, és Enzo Dino Ferrari névre hallgat, és ezzel ez a Ferrari lelki, szellemi központjának mondható. Fáj,
Monzában is székel egy csapat, ugye a Minardi, ott futballozott Mihály Schumacher. A hét folyamán megengedték neki a csapatvezetője, a Ferrari csapatvezetője, a látszerés óta most először fordított nyilvánosan, aztán, hogy persze magánutakon mit csináltak, nem lehet tudni, de most nagy közönség előtt egy tárcsapat ellen pályára lépett, Rubens Barrichello, a képen, aki megpróbálhatja összeszedni magát, mindenre emlékeznek, hogy a brazil nagydíj előtt is elagazom mindenki tőle várt, jó eredmény, minden róla volt, aztán kiállni kényszerül, kiesett a versenyből, nagy csalódást okozva ezzel brazilok 10 millióinak, illetve az ő szereplőknek is. Hogy mit tudni csinálni Imolában, az nagy kérdés, szereti egyébként ezt a pályát, ezt elmondta, kedveli, fekszik neki, tehát eredményt fog elérni. Az újoncok közül Jason Button, aki az első pontszerző volt, és a legfiatalabb pontszerző, és egyben még nem versenyezett itt soha, tehát ő nem mondhatja el, hogy szereti ezt a pályát. Nyilatkozta is tegnap, hogy még szoknia kell, még a beállításokat, a kanyarokat meg kell csinálnia. Jelenleg még nem tudja megmondani, hogy mire lesz képes, itt ki fog derülni. Forma 1-es versenyen egyébként rajta kívül még hárman nem vártak neki az imolai ringnek. Az újonc Mazzacane, Heidfeld és Ricardo Zotta, aki tavaly már Forma 1-es versenyző volt, de emlékezetes lábtörése miatt nem indulhatott az imolai versenyen. A pálya legszomorúbb napja 1994, május 1-je volt, illetve az azt megelőző április 30-a. Április 30-án a szerzésen Roland Ratzenberger, majd egy nappal később 1994. május 1-én Ayrton Senna vesztette életét, aki lehetőleg két héttel ezelőtt megtalálta. Egyelőre nem jönnek ki a versenyzők. Most az egyik Minardi megkezdi tehát az időmérő edzést, és rögtön a Tamburello kanyar felé veszi az útját. Már zenéje, tehát aki megy, még nem látják a képen, de a riporter állás pontosan szembe van a start vonallal, tehát még mindig tudjuk, hogy éppen kihagyja el a boxutcát, és ki nem. A balesetekre még egy pillanatig visszatérve reméljük, hogy a versenyen, illetve az időmérő edzésen majd nem kell. Azért voltak itt emlékezetes bukások, elég csak Piqué esésére gondolni, hogy 1987-ben, vagy Berger bukására 1989-ben. Aztán 1998-ban Rubens Barrichello beszélget, és ott meg tapasztalati, illetve kéréseit a mérnökökkel. 1998-ban 4 évvel az emlékezetes és az előbb említett balesetek, illetve halálesetek után a legjobban rendezett és legbiztonságosabb versenynek választották az imolai futamot, ami azért nagy eredmény egy ilyen sok hatás után. Heidfeld beszélget az egyik újonc a csapat a tagjaival, és hogyha a balesetekről tettél említést, és látjuk egy pillanatra Barrichello élete legnagyobb balesetét 94-ben szintén azon a drámai hétvégén szenvedte el Coulthard még nekivet fűzve. Ő ugyanis közel 300 km-es sebességgel szerencsére nem a beton, hanem a kumifalnak csapódott. David Coulthard-dal egy fél órával ezelőtt volt szerencsém összefutni, nem általán szóba az összévedés ne essék. Többán annyit mondott az újságíróknak, hogy közben rohant le a buszba, hogy nyuratni megy, kérem hagyjanak. Valószínűleg elfáradt a délelőtt folyamán. Azért nem általán szóba az legyen a fő problémája, az gondolom. Nyárhoz húzik láttuk betálni a Jordanbe. Aztán Járnó Trullit, aki a délelőtti edzésen a negyedik helyet foglalt el. Mark Jenny a képen, aki szintén a délelőtti edzésen eldobta a versenyautóját. Ez a tartalék autója, a versenyautóról sok minden leszakadt, ami a leglényegesebb volt, az az első futómű, ami nélkül aztán bevontatni se lehetett az autót, egy nagy darúval emelték ki másfél perc alatt a pályáról. Ezen a pályán egyébként a biztonsági szervezés mindig is zseniális volt. A számtalan említett Berger balesetnél négy, azaz négy másodpercen belül sikerült Gerhard Bergert az égő Forma 1-es versenyautójából a drámai példákat felvonultató Tamburello kanyarban kimenteni, és ezáltal nem égett el Berger, még így is négy másodperc alatt annyira berobbant a benzin tartálya az autónak, hogy még négy másodperc alatt is súlyos égési sérüléseket szenvedett, melynek nyomait a mai napig viseli Mark Jenny. Apropó égési sérülések, Niki Lauda itt van a helyszínen, tárgyán jön nézelődni, és utána Damon Hill is, aki szerette ezt a pályát szintén, nyert is kétszer. Két olyan versenyző van egyébként, háromszor tudott az első helyen átszadni a célvonalon, egyben szenne az egyik, illetve a másik.
Mika Häkkinennek viszont még nem sikerült így nyerni a Forma 1-es versenyt, viszont 1991-ben élete első VB-podjai szerezte meg, amikor egy 5. helyen kormányozta be a célba. Itt a célvonal, ahol most már Zseni átment, a rajtvonal pedig itt van ezen a ponton, a tövé az etalonidő tehát, szóval 91-ben az 5. helyen kormányozta be Lotus-ház, amivel akkor életében először pontot szerzett még hozzá 2. 1.30 másodperc, 330 ezred, ugye ez az ideje Mark Zsenének, hát összehasonlításképpen Häkkinen a délelőtt folyamán 1.24.973-at futott. A tavalyi versenyen, az időmérő edzésen 1.26.362-vel tudott Häkkinen az elsőjén végezni, tehát azért Minárdik még lassabbak, és ami furcsa, vagy meglepő az az, hogy jóval gyorsabbak idén az autók, vagy gyorsabbak a pilóták, én azt hiszem inkább az előbbi. Hoppá! Mazzacán! Illetve nem, Zseni volt, Mazzacán. Zseni csúszott ki, Mazzacán a másik Minardival érkezik itt. Rosszul írták ki a rendezők itt a helyszínen. Szóval jóval gyorsabbak lettek az autók 2 másodperccel körülbelül. Itt látható a fékezés és aztán a megállás. A délelőtt folyamán volt egy nagyon csúnya esés. Ha jól említem, Villeneuve tördült ki, és a kavicságy megfogta nagy sebességnél, szerencsére nem csapódott a korlátnak vagy a gumifalnak, így nem lett nagy baj. A Villeneuve-nek nincs szerencséje, legalábbis az eddig eltelt 2 nap folyamán, tegnap az autó gyulladt ki alatta, méghozzá nagyon, Johnny Herbert alatt is kigyulladt, de az egy pillanat alatt elaludt. Villeneuve egy picit pirította magát, aztán kiszállt a kocsiból és vissza sétált a boxba. Villeneuve egyébként tartja itt a pályán az edzésen elért körrekordot, 1.23.303-mal 97-ben még egy Williams Renault volánjánál sikerült ezt a rekordot fölállítania. Ettől azért már csak egy másodperccel maradnak el a mostani élmenők, hisz Häkkinen 1.24.973-mal valamivel több mint 1 másodperccel lassú, és nem szabad elfelejteni, hogy ezek azért már sokkal kontrolláltabb, korlátozottabb autók, amikkel ezeket az időket ma elérik. Na nézzük Mazzacán eredményét ehhez a bizonyos 1.24.973-hoz, amelyel most az időrendet elméletileg úgymond vezeti. Mika Häkkinen, Mazzacán azonban kijött a boxba, Jason Button az, aki elkezdte a körözést. A mezőny legfiatalabb, mindössze 20 éves versenyzője, a mai napig komoly viharokat kavar szerződtetése. Sokan annak a véleményüknek adnak hangot, hogy Frank Williams csapatvezető egy túlzottan fiatal, még képzetlen versenyzőt ültetett egy Forma 1-es rakéta volánjához. Hát erre Button eddig rátszás volt. 6. helyről esett ki Ausztráliában, pontot szerzett, igaz kultárt kizárását követően, de pontot szerzett Brazíliában. Remekül versenyez, és Frank Williams nyilatkozta, lehetett látni a sajtóanyagokban, hogy most már ide lenne azzal törődni és elfogadni azt, amit ő egyébként mondott még egy hónappal ezelőtt, hogy a jövő csapatát építik, ugye a Williams BMW-nél, és Button köszönhetően fiatal korának, mert az idő alany. Egy Forma 1-es időmérő edzésen egyébként összességében 12 mért kört tehetnek meg a versenyzők, tehát ez alatt a 12 kör alatt kell produkálniuk a legjobb időeredményt. A hétvége folyamán összesen 8 garnitúra kereket használhatnak el, és eső esetén 7 garnitúra esős gumi áll a rendelkezésükre a versenyzőknek, és ha belegondolunk abba, hogy van összességében, hogy Button az első, 1.28.273-mal jó alaposan elmarad még Häkkinentől az ideje, de ezzel most az időmérő edzésen ő a leggyorsabb, és hogyha belegondolunk abba, hogy összességében van 4 szabad edzés, 1 mért edzés, 1 warm-up és 1 verseny, ahol minimum egyszer kereket cserélnek, akkor tulajdonképpen elméletileg edzésenként 1 garnitúra kereket kell, vagy lehet használniuk a csapatoknak. Sőt, hát hogyha az a csapat taktikája, ami mondjuk Brazíliában a Ferrarié volt, emlékszel rá, ahol 2-szer is kiment Schumacher kereket cserélni, akkor jobb, hogyha tartalékolnak a versenyre, még azokból a bizonyos garnitúrákból. Itt emelik ki Zseni versenyautóját. Már Zseni, tehát aki tavaly pontot szerzett, és az idény elején még a tavalyi szezonban sokan megkérdőjelezték a Forma 1-ben való jelenlétét, aztán az idény végére tulajdonképpen bebizonyította, hogy neki itt a helye, arról nem tehet, hogy egy olyan autó van alatta, amely nem túlságosan erős. Jason Button saját magával versenyzik jelenleg, a menők még nem jöttek ki egyáltalán. A 6. helyig elmondtuk a délelőtti állást, ugye Barrichellóval fejeztük be. Egy meglepetés, a Sauber Performance versenyzője, a Mika Salo a 7. helyet tudta megcsípni.
bizonyára emlékeznek, hogy a brazil nagydíj előtt Peter Sauber, a csapat főnöke úgy döntött, hogy nem biztonságos a kocsi, hogy hátán azért lényegesen gyorsabban autózik, mint egy körrel ezelőtt. 1.27.545, majdnem egy másodpercet javított az idején. Szóval a Sauber hazautazott, Schumacher, aki meg van győződve, látja világbajnoki címéről, és ez egy érdekes reklám, mindenhol hangsúlyozza, hogy Mihály Schumacher lesz a világbajnok idén a Ferrari-val. Hát a Luca di Montezemolo, a Ferrari elnöke magyarázza köréje gyűlteknek. Valószínűleg most nem a verseny köti be, hanem ez egy üzleti tárgyalást lehet. Itt látjuk Patton célegyenesbe való érkezését, és a csapattársára Schumacher, akit emlegettél, egy távirányítóval a kezében nyomogatta a komputeren a csatornákat, ahol az időeredményeket és a részeredményeket tudja megnézni. Itt pedig a Forza Ferrari, tehát a Ferrari szurkolók, akik többek között a képen látható Rubens Barrichellóért is imádkoznak ezen a mai napon. Szóval visszatérve az Auberhez, hazamentek, dolgoztak, és most eddig legalábbis, persze az időmérő edzésen ki fog derülni, mennyire jó munkát végeztek, és az Auber, amely a közép csapatok között azért elvileg ott kéne, hogy legyen a topban, talán már a hatodik ért megcsika, de Ausztráliában igaz, hogy utána kizárták, szóval lehet, hogy jön majd egy között Európában, az első európai futamon nyomalában. Eddig Buttonnak, Magdekennak és Zsenének van miért ideje, a többiek még hallgatnak. Beszéltünk a balesetekről, Fábio Viattore a képen, aki eddig csodát tett, tűzik el a köszönjük szépen az érkezés. Ugye a Renault beszáll a Benetton csapatba, a Benetton pedig kiszállni készül, és Fábio Viattore lett a főnök, tehát mindig vásárolták meg. Ross Brown látjuk, ahogy fogja a fülén a fejhallgatót, ő a házikolyákba bukta, ő a Ferrari nagy taktikusa, ő az, aki verseny közben is módosíthat a box kiálláson, hogy Schumacher egyszer vagy kétszer jöjjön ki mondjuk a boxba kerékcserére vagy tankolni. Térjünk még egy pillanatra vissza erre a bizonyos által is említett brazil versenyre, ugyanis két dologgal adósok vagyunk. Járnó Trulli autóját látjuk. Két dologgal adósok vagyunk, egyrészt azzal, hogy David Coulthard kizárása végleges lesz, azon döntések alapján Barrichello már beöltözve, amit a Nemzetközi Szövetség hozott, magyarán szólva a második helyre járó pontjait elvették tőle, mivel hogy a verseny végén bizonyítást nyert, hogy az első légszerelője 7 mm-rel lejjebb volt a megengedettnél, és ezért az aszfalt hőmérsékletét méri az egyik Ferrari mérnök, és utána ennek alapján a gumival tudtak úgymond variálni. A másik döntés, ami született, mintén a brazil utam eredményeként, az pedig az volt, hogy emlékeznek rá, talán önök közül sokan nézték a időmérő edzést, hogy leszakadtak azok a bizonyos reklámtáblák, és azért háromszor meg kellett állítani az időmérő edzést. Ezért a Nemzetközi Szövetség úgy döntött, hogy a brazil verseny szervezőit 100 ezer dollárra tünteti meg, és figyelmezteti, hogy a legközelebbi ilyen esetben a pályától elveszi a Forma 1-es versenyzés jogát. Eddie Irvine kapja meg a computer monitort, ahol a pontos időeredményeket látja, és ebben a pillanatban Mihály Schumacher érkezik az aszfaltcsíkra. Mihály Schumacher tehát megkezdik a menők és a körözést, megpróbálnak minden jobb időt elérni, mert nem sokat volt kint, sem tegnap sem ma, ki nem tudott egy jó kört, aztán amikor Häkkinen elejé vágott, azt mondta, próbálta összeszedni magát, és utána nem sikerült javítania, de hát majd így télesben, amikor már számít, gondolom, akkor próbál minden jobb időt menni. Említettük a baleseteket, és említettük ugye 1994-et és a két sajnálatos halálesetet. Lehet majd látni, hogy bizonyára önök is észre fogják venni, hogy egy új hűtőrendszer van némelyik istállónál, a kerekek mellé szerelve a fékek miatt rengeteget kell fékezni itt Imolában a pályán, nagyon technikás, nagyon kemény pálya, és gondolom a csapatok így próbálják elkerülni azt, hogy melegedjen a tárcsa, amely 900 és 2000 fok között van egy-egy verseny folyamán, és a speciális anyagból, kartonból készül, ezért kellhet az a kicsi hűtőszerkezetoda, amelyet megmondom őszintén, hogy én még nem láttam, valami újítás, az Auber használja, és a McLarennél is majd észre lehet menni. Közben Ricardo Zonta pár Hontával, ellentétben Villeneuve-vel ő kevesebbet esett az eddigi két nap folyamán, és csak csöndesen dolgozgat, túlságosan jó eredmény nélkül, hiszen Zonta például délelőtt csak a 20. időt autózta, gyártóink lehetünk az állítások időt a kapok. Előtte pedig Mihály Schumacher, látjuk itt a fehér autóban, most előzi meg Ricardo Zonta, aki értelemszerűen
lendületesebben megy, hiszünk, hogy gyors körön van, Mihály Schumacher pedig Zonta befutása után kezdi el vélhetően gyors körét, itt jön nekünk szembe Ricardo Zonta, és ott a háttérben hagyja is elmenni Mihály Schumacher, azon egyszerű oknál fogva, hogy amikor ő megkezdi majd a gyors körét, itt érkezik a célegyenesbe Zonta, akkor senki ne akadályozza a lehető leggyorsabb előrehaladásban, 2 másodperccel lassabb Zonta, mint a jelenleg élen álló Jenson Button. Viszont hát ők azért nem nagyon szólhatnak véletlenül bele az elsőségért vívott harcban, nem úgy, mint Mihály Schumacher, aki most kezdte meg gyors körét. Nézzük, Schumacher mire képes ezen a jelenleg 14-15 fokos aszfalton, mert a délelőtt folyamán nem sikerült igazán megszorítani. A Mika Häkkinen 6 másodperccel, aztán most 4 másodperccel jobb már Wurznál, aki menet közben héten kívül megszerezte az időleges pole pozíciót. Az ő ideje 1.27.217, tehát ennél kell Schumachernek gyorsabbat mennie. 4 gyorsabb volt, ami azt jelenti, hogy nem túl gyors Schumacher, mert az olyan 1.26 fél környéki időt sejtett, amivel még jóval lassabb, mint Häkkinen. Délelőtt volt, Schumacher nagyon kihasználja a pálya adott pontjait. Lehet látni, hogy a kerékvető köveken megy, már majd 1 másodperccel gyorsabb Schumacher a pálya utolsó szakaszának kezdetekor Alexander Wurznál. Itt is elhagyja egy pillanatra a pályát, de kontrollálja az autó tovahaladását. Most jön majd a nagyon lassú Toszka kanyar, és onnan jön az a szakasz a pályának, ami tulajdonképp itt a Toszka kezdete, ami tulajdonképpen már bevezet a célegyenesbe. Ez a rész az, ahol még 2.42.50-ig nyomják neki az egyenes végén, és aztán jön a dupla lassító. Itt egy balos, aztán abból egy jobbos, és jön a célegyenes pillanatokon belül. Itt érkezik a célegyenesbe Mihály Schumacher, az ideje tehát 1.25.677. Ez 7 másodperccel elmaradt Häkkinen délelőtti idejéhez. Csak az összehasonlításképp mondom, viszont 1.5 másodperccel gyorsabb, mint a második helyen autózó Alexander Wurz. A McLaren Mercedesek pedig még mindig hallgatnak, nem tudom, Mihály Schumacher 6.77, el az érő 50-ben együtt 0.85 volt az ideje. Második kurz, Gáltatóz Eróza Szerszeppen jelenleg a harmadik, a McLaren tehát már. Ami észrevehető volt, és amit már említettem, ez az idegesség, a másik, hogy borzasztóan kiszorulnak a McLarennél karavánok, karaván hegyek a box bejáratnál, nehogy valaki bármit is ellessen, ahogy beérkezik az autó, rögtön takarják le és tolják be. Nagyon figyelnek valamire, nagyon titkolóznak, de hát ez érthető. Kijön közben, önök nem láthatják, de kijött a boxból Rubens Barrichello is, tehát a másik Ferrari is megkezdi az időmérő edzés. Mihály Schumacher, ez egy újabb kört autózik, valószínűleg ez nem lesz annyira gyors, hamarosan kiderül, hogy mennyire lesz gyors, mint az előző. Ő áll az élen ezzel az 1.77-es idővel. Mihály Schumacher ideje tehát az előző körben ott látható a képernyőn, de most begurult szépen lassan a boxisztába, ez neki elég. Valószínűleg csak akkor fog majd kijönni, és ha jól látom, az egyik McLaren Mercedes is megkezdi a körözést. Na most kiderül, elkezdődik az a csata, amely itt a Ferrari hazájában a McLarennek fontosabb jelenleg. A McLarennek fontosabb jelenleg, ám bár hogyha egy kicsit támogatunk, de Villeneuve a másik pár Hondával tudták követően, akkor az is egyértelművé válhat, hogyha Mihály Schumacher ismét nyer itt Imolában, akkor 30 ponttal vezeti majd a világbajnoki pontversenyt. És említettük már az előző futamok alatt, hogy ő azért rutinosabb lett, meg visszafogottabb lett, egy kicsit okosabb lett az évek folyamán. 30 pontos előnnyel kezdeni egy világbajnoki pontversenyt, egy világbajnoki sorozatot, egy ilyen autóval, mint amilyen a Ferrari, az bizony nagyon-nagyon komoly. Villeneuve ideje ennél a mérési pontnál, tehát majdnem 7-tized, több mint 7-tizeddel volt gyengébb Mihály Schumacher autójánál. Ezt azért érdemes tudni, hogy egyedül a Jordaneket nem körözték le az előző versenyen a Ferrari. Tehát az összes többi autóra kört tettek, kört vertek. Nézzük Villeneuve, milyen időt ér most el. Barrichello közben megkezdte az első mért körét, gondolom hamarosan láthatják, majd 1.25.677 Mihály Schumacher ideje. Villeneuve a harmadik, majdnem másfél másodperccel volt lassabb. És most, ahogy Villeneuve befutott, vélhetően megnézzük Häkkinen produkcióját, ugyanis Villeneuve mögött Häkkinen tűnt föl egy pillanatra, még miközben Villeneuve rótta ezt a bizonyos gyors körét, Häkkinen ugyanazt a taktikát folytatta, amit az előzőekben Mihály Schumacher hagyta, hogy Villeneuve elmenjen tőle, hogy aztán ne akadályozza a későbbi továbbadásban. Itt jön Mika Häkkinen,
és ő van most gyors körön, 35 ezeret másodperccel lassabb csak az első mérpontnál Häkkinen, és Ralf Schumacher elengedte Häkkinen, tehát nem akadályozta a továbbhaladásba Mihály Schumacher testvére. Hadd menjen, hadd rohanjon a cél felé, míg Häkkinen, a nézzük Häkkinen autóját, a következő mért ponton össze tudjuk majd hasonlítani Schumacher részidejével. 51-5-21 volt Mihály Schumacher részideje a leggyorsabb körében. Lássuk Häkkinen produkcióját, 51-5-21, lassabb, majd 3-10 másodperccel Mihály Häkkinen, és a pályának ezen az utolsó szakaszán ezt már nagyon nehéz behozni, vélhetően Häkkinen elmarad Mihály Schumachertől, viszont nagy valószínűséggel följön arra a második helyre, amit most ideiglenesen Pedro de la Rosa birtokol, aki 1,2 másodperccel lassabb az élenálló Schumachernél. Nézzük Häkkinen, milyen közel kerül ahhoz a bizonyos 1.25.677-hez, ami Schumacher ideje a leggyorsabb körétől. Most érkezik a célegyenes bejáratához Mika Häkkinen. 1.25.677, 2 másodperccel lassabb Häkkinen, 1.25.889-el jelen pillanatban a második helyen van. Johnny Herbert tűnt ki a képből. Itt pedig Häkkinen elől vág ki a BMW-vel Ralf Schumacher. Felesége Erja a fekete szemüvegben és Farmer Jackie-ben figyeli férje produkcióját. Pedro de la Rosa most azért a második helyen áll, Zero, tehát kicsit összetette magát, de közben már meglehetősen átalakult az élmezőny, hiszen jelenleg a számítógép tanúsága szerint David Coulthard az első, aki miközben önök Häkkinent látták, jobb időt futott csapattársánál a világban, aki címvédőnél. Igen, itt van kiírva is, tehát Coulthard, Mihály Schumacher, Häkkinen, Trulli, Pedro de la Rosa és Rubens Barrichello, aki épp úgy, mint a délelő folyamán, most is a hatodik volt. Utána Villeneuve, Hörvány, Wurz, tehát most már mindenki, szinte mindenki megmutatta magát mérkőre, jelenleg csak fizikellának, Ráfumehernának, Herbertnek, Alézinek és Frentzennek nincs, tehát azért lesznek itt még meglepetések, mert például Frentzen ugye be fogja valószínűleg tenni a kocsiját az első 4-5 hely valamelyikére. A képen David Coulthard, aki az eddigi legjobb idő tulajdonosa, egy újabb mérkőr, annak is a végét láthatjuk hamarosan, 1.25.4.25 a legjobb idő, Coulthard nem sokára beérkezik a célegyenesbe, előbb még az a kis lassító, és utána láthatjuk az idejét, saját magával versenyez, tehát David Coulthard, 1.25.4.25, kimegy a boxba, nem versenyező most senkivel, szépen kigurul, és várja a többieket. A Ferrari-k és a McLarennek együtt vannak, de hát így volt ez eddig minden futamon. Az időmérő edzésen a McLaren, illetve a Ferrari között pici volt a különbség, nyertek Häkkinenék természetesen, de hát az az edzés elsőség semmit nem ért. Tavaly egyébként Mika Häkkinen az időmérő edzéseken az első 5 futamon az első helyet szerezte meg. Hát eddig is az időmérő edzéseken jól szerepel, de a futamokon nem jött neki össze semmi. Giancarlo Fittipaldi a képen, majdnem másfél másodperccel lassabb Coulthardnál. Ő a kellemes meglepetés lehetik a világbajnoki futamnak, hiszen Coulthard kizárását követően a második helyet szerezte meg Brazíliában, de hát már a dobogon való ott léte is kellemes meglepetés volt Fabio Briatore számára. Ilyen visszatérésről álmodott az egészen bizonyos. Nézzük Fittipaldi, mire képes. 1.25.4.25, tehát David Coulthard ideje. Giancarlo Fittipaldi most kanyarodik be a célegyenesbe, és utána 11. időt éri el, de valószínűleg egy igazán gyors kör majd ezután fog menni. Az edzés 27.-28. percével járunk, még ő 33 perc van hátra, az általad említett Heinz-Harald Frentzen is kitudta az orrát a boxból, aki egyébként 1997-ben élete első Forma 1-es futamgyőzelmét itt Imolában aratta egy Williams Renault volánjánál, és ő a versenyen a leggyorsabb kört is futotta. És egyébként a 100. nagydíja Frentzennek, tehát szeretett Imolában lenni. Tehát az edzés 28. percében, miközben Heinz-Harald Frentzen gyors körét nézzük, Coulthard, Schumacher, Häkkinen, Trulli, Ralf Schumacher és Pedro de la Rosa az első hadsorrendje. Rubens Barrichello délelőtti produkcióját nem nagyon tudja túlszárnyalni, hisz jelen pillanatban a 7. helyre kvalifikálta magát. Nézzük Frentzen idejét, aki mindösszesen 2 másodperccel lassabb, majd 3 tizeddel David Coulthardnál.
aki körülbelül ugyanennyi idővel vezet Mihály Schumacher előtt, tehát ha ezt a különbséget tudja tartani, tehát nem nő ez a különbség Coulthard és Frentzen között, akár a második, harmadik helyre is kvalifikálni tudja magát a jelenlegi ideiglenes rajtrácson. Heinzen állt Frentzen, 51-272 Coulthard második ponton mért részideje, ehhez képes kell majd hasonlítanunk Frentzen idejét. 8 tized a másodperc, ez azt jelenti, hogy ugye a negyedik hely környékén érkezhetne be Frentzen, hogyha semmi hibát nem követel a befutóig, és ezzel saját csapattársát, Jarno Trullit előzné meg, a Mugen Honda motorokkal hajtott Jordanekben. Ezek az autók ezen a hétvégén csodát produkálnak, és az eddigi futamokon is nagyon jól muzsikáltak. Frentzen nagyon szépen korrigálta az autója megcsúszását, viszont ez azt jelenti, hogy nem tudja produkálni azt az időt vélhetően, amit magától várt ebben a körben, hisz ott legalább fél másodpercet eldobott. Így van, az ötödik helyre jött vissza, több mint egy másodperc a különbség Coulthard és Heinzen állt Frentzen között, tehát őrzi az ötödik helyet, ahol az előbb is áll. A jubilónak hétvégéjelt, illetve a hétvégéjelt hétvégéjelt. Jacques Villeneuve majd holnap ünnepi születésnapját, 1971. április 9-én született Villeneuve, és nem csak az előbb említett Heinz-Harald Frentzennek a 100. francia, 100. Forma 1-es futama ez, a szálló közben a képen, hanem Eddie Irvine-nak is, tehát 200-as jubileumnak lehetünk szemtanulni, és hogy az ilyen kerek jubileumokat említjük, akkor az idei esztendőben eddig szerencsét hozott a gazdának, Rappumer ugye az 50. nagy díját teljesítette Ausztráliában az első idei Forma 1-es futamon, és a dobogóra állatot a harmadik helyet szerezte meg, az akkor debütáló William BMW-vel roppant boldog volt. A Jaguárnál Eddie Irvine is valószínűleg boldog lenne egy dobogós helyezéssel, mert hogyha azt mondjuk, hogy a McLaren eddig nagyon rosszul teljesít és meglepetés ez a gyenge eredmény, akkor ugyanez igaz a Jaguar istálóra, és amely tavaly Stuart Ford néven még Barrichellóval jó eredményeket ért el, aztán most ugye Irvine odaigazolt, Herbert maradt, tehát az eredmények menjenek, és eddig kívánatosan kiesések voltak. Miket álló a Zauberrel, azzal a Zauberrel, amely Brazíliából hazament, 51-272 Coulthard ideje, egy másodpercen belül a Zauber, és említettem, hogy náló jó időt ment a délelőtt folyamán, és tehát nem véletlen, egyre inkább úgy tűnik, hogy nem véletlen, hogy a Zauber csapat jól szerepel, de nézzük, hogy a végére mennyi marad, vagy egyáltalán egy másodpercen belül tud-e maradni. Még az álló a finn, 1.14-nél jár, hamarosan megérkezik majd a célegyenesbe. David Coulthard ideje továbbra is az első, 1.24-25, a második Mihály Schumacher, a harmadik Mika Häkkinen. A nagyot közül nem hiszem, hogy be tud sorakozni, nem bizony, de azért a hetedik helyen továbbra is ott van Mika Salo az Zauberrel. És ez mindenképpen meglepetés, és ez azért már a kellemes meglepetés. Szállóhatjuk továbbra is, és itt vagyunk Rubens Barrichello autójában, tehát az ő gyors körét fogjuk fél óra elteltével nyomon kísérni. 29 perc van még hátra az időmérő edzésből, amikor itt David Coulthard az első, Mihály Schumacher a második, Häkkinen a harmadik, Trulli a negyedik, Frentzen az ötödik, Ralf Schumacher a hatodik. A képen egyébként Barrichello részidejét látjuk, az idő ez az 51-272, 2 másodperccel lassabb csak Barrichello, az a mért ponton, a második mért ponton a részidő, a KPH az a kilométer per óra, tehát ezzel a sebességgel haladt a versenyautó azon a bizonyos mért ponton. Barrichello érkezik a kettő csikámhoz, itt a Toszka kanyar, és nézzük az utolsó szakasznál, itt olyan 260-270-re még fölgyorsul a versenyautó, és utána jön a pálya lassabb része a célegyenes bejárat ívnél. Itt mennek ki a box utcába, majd a következő körben most kanyarodik a célegyenesbe, 1.25-4.25, Coulthard ideje 1.26.017, és a negyedik helyre ugrott fel a rajtrácson Rubens Barrichello, eddig a hétvége számára legjobb idejét produkálva. Barrichello tavaly a futamon dobogó állt, a harmadik lett David Coulthard mögött. Démon Hill, akit említettem, hogy itt van a helyszínen a negyedik, Giancarlo Fisichella az ötödik, és Jean Alesi akkor még a Zauberrel a hatodik, tehát mondszerző helyen fejezte be a versenyt. Hogy örülne most a Prost csapatnál Alain Prost, hogy Jean Alesi egy ilyen hatodik helynek? Alesi nem ment rosszul egyébként, jelenleg ugyancsak a 15. időn birtokolja, és csapattársa még helyfelt a 20.
Tehát, hogyha minden igaz, és a pénteki meg a szombati eredményeket veszünk figyelembe, lesz ez még jobb, és itt látható az alsóház állása. Fenten távolon megálló De La Rosa Vélőd Irvine. Ami még különös, pénteken sok volt a bukás, ma délelőtt Vilnius kicsúszását, Szunya kicsúszását, kivéve tulajdonképpen a versenyző felülnek maradni a pályán, ami azért kellemesebb igazában. Az ember egy kicsit mindig fél, de szerencsére fölöslegesen. Zsené az utolsó, már Zsené, és a boxhozza. A pályára megérkezett, Mika Häkkinen is most a felvezető körét teszinek. Häkkinen valószínűleg valami újabb produkciót szeretne magából kicsikarni, hisz ez a harmadik hely nem hozzávaló, Barrichello tolják be most a boxba. Tavaly ugyanis Häkkinen indulhatott a pole pozícióból, tehát az első rajthelyről akkor 1.26.362-vel ezzel az idővel most csak a hatodik helyen állna Mihály Schumacher nézi a monitort. Mellőle csapatársa David Coulthard vágott neki az akkor is 62 körös versenynek, és őket követte a két Ferrari, Schumacher és akkor még a képen látható Barrichello helyett autózó, a Ferrari-nál helyett autózó Eddie Irvine. Na nézzük a világbajnokot, a kétszeres világbajnokot, Mika Häkkinen, a First Lap Out of the Pit felirat az azt jelenti, hogy ez az első köre a boxból kifele jövett, tehát ez nem egy mért kör, hanem ennek a körnek a végén kezdjük el Mika Häkkinen gyors körét mérni. Itt a célegyenes bejárata, és most veszi kezdetét a nem egész másfél perces száguldás, amelynek végén kiderül, hogy Häkkinen föl tud-e jönni a harmadik helyről az első sorba. 18.434 Coulthard, tehát a csapatás részideje az első mért pontján a pályának. Itt Coulthard 289 km per órás sebességgel repesztett. Nézzük Häkkinen eredményét. Jobb, 59.000 másodperccel, Mika Häkkinen már gyorsabb, mint saját csapatása David Coulthard. Lehet látni, hogy a pálya szélső pontjait használja ki Mika Häkkinen, hogy minél gyorsabban tudjon előre haladni. Itt is a kerékvetőkövön autózott Häkkinen. Nézzük a következő mért pontot, ahol Coulthard még Häkkinen előtt lehet, avagy már mögötte. Az 50 másodperc fölötti idő, 51.272 Coulthard részideje a második mért pontot. Lássuk, hogy Häkkinen hozzáképes mit tud produkálni. Még két másodpercet kell várni, és kiderül, hogy gyorsabb. De itt is Häkkinen, igen, már majd 4-10 másodperccel gyorsabb Häkkinen, ez nagyon sok. Ez nagyon sok, ez a 4-10 másodperc. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy 1.25 alá tud kerülni Häkkinen. Elképzelhető, hogy Mika Häkkinen itt a mértedzésen is 1.25 alá szorítja a körrekordot. Lássuk, hogy meg tudja csinálni Häkkinen, hogy bírja ezt a tempót végig. Itt a pálya utolsó veszélyes része, ez még egy nagyon gyors kanyar volt, de nagyon szépen abszolválta Häkkinen. 1.25-4.25 Coulthard ideje. Vajon 1.25 alá tudja szorítani Häkkinen? Érkezik a célegyenesben, megvan-e neki? Megvan! 1.24.830. Majd 6.10 másodperccel gyorsabb Mika Häkkinen. És itt van a világbajnok, aki jelen pillanatban tehát az első helyre ugrott. Első Häkkinen, második Coulthard, harmadik Schumacher, negyedik Barrichello, ötödik Trulli, hatodik helyen pedig Pedro Paolo Diniz áll jelen pillanatban. És jön a csapatás Coulthard, vajon vissza tudja-e szerezni az elsőséget David Coulthard? Nem! 3.10 másodperccel lassabb David Coulthard 1.25.140-nel Häkkinen mögött áll. Mihály Schumacher egyelőre nincs sehol, tévedés, nincs sehol, hanem meg is kezdi a mérkőjét Mihály Schumacher. Elkezdődik tehát az a verseny, amelyre mindenki számít itt Imolában. Igaz, azért Häkkinennek most elvileg az lehetne pontosabb, de közben Schumacher gyorsabb, 92%-kal gyorsabb, mint Mika Häkkinen. Tehát Mihály Schumacher az első mérkőtnál jobban teljesített, mint ha a világbajnoki címvédő Häkkinen. De nézzük, hogy előre tud-e lépni majd a kör végén is. Egyébként összehasonlítva az idő eredményeket, az már kiderült a két nap folyamán, hogy Schumacher a pálya második harmadában, illetve a harmadik harmadában gyorsabb a társaknál. Tehát, hogyha már itt az első időmérési ponton is jobb időt teljesített, akkor elképzelhető elvileg, de csak elvileg, hogy jobb lesz, mint Mika Häkkinen. Jelenleg most Häkkinen vezet, Häkkinen ugyan nincs a pályán, de az idejéhez képest Mihály Schumacher gyengébe teljesített eddig, de nagyon picike a különbség, nagyon
nagyon picike a különbség, és most jön az a szakasza a pályának, ahol Schumacher eddig a leggyorsabb volt. Persze lehet, hogy mindez megváltozik így a kora délután folyamára. Nézzük Mihály Schumacher idejét majd, mikor befordul nem sokára a szélegyenes, de ott van még egy lassító, Häkkinen 1.24.830-tal 171 km/h-val az első jelenleg. Mihály Schumacher ideje pedig gyengébb, alig egy picikét, és itt előttünk a lelátón csapkodnak az emberek, nem hiszik el. Hát igen, megvolt a sansz, de Schumacher csak a második helyre tudott feljönni. Jelenleg tehát első Mika Häkkinen, második Mihály Schumacher, harmadik David Coulthard, negyedik Ralf Schumacher, és ötödik, mindössze ötödik a másik Ferrarival Rubens Barrichello. De Schumacher egyébként beváltott azt a jóslatodat, amit mondtál, hogy a pálya utolsó harmadán gyorsabb, hisz az elején gyors volt nagyon, aztán több mint egy tized másodperccel lassabb lett, miközben fentenkezni meg a gyors körét, és aztán ismét faragott ebből a hátrányából a pálya utolsó harmadán. De nézzük Fentent, aki visszacsúszott időközben a nyolcadik helyre, volt ő azért előrébb, az ötödik is volt, most egy kicsit hátrébb szorították. Heinz-Harald Svensson, tehát a pályán Mika Häkkinenhez képest lényegesen lassabb, de nem csak Häkkinenhez képest, ezzel az idővel, hogyha végigmegy, akkor csupán a 14. idő eredmény fogja elérni. Körülbelül igen, hogyha jól látom, a 14. időre jó, tehát ez egyelőre lassú, aztán lehet, hogy majd begyorsul a folytatásban egy kicsit. Svensson, aki eddig azért túl jól teljesít, és a Jordan is jól teljesít, Ausztráliában egy kicsi csalódás volt, de egyik csapat sem, aztán Brazíliában. Például János Túli a csapattárs, közben nézzük Häkkinenhez képest egy másodpercen belül, Frentzen, ez jó eredmény. Ez ugye nagyon jó eredmény lehet, nagyon jó, minden relatív, a McLarenhez és a Ferrarihez képest, Ferrarihoz képest jó eredmény lehet. Szóval a Túli a 12. helyről a 4. helyen fejezte be a versenyt, Frentzen pedig ugye dobogóra állhatott, tehát jól szerepeltek a Jordanek. Na nézzük, hogy most mennyire szerepel jól ebben a körben Heinz-Harald Frentzen. Az első helyen álló Mika Häkkinen ideje 1.24.830, Svensson itt kanyarodik be a célegyenesbe, itt van az a lassító, és aztán nézzük az idejét, 1.25.973, Eddie Jordan a képen, egy kanyar mosoly, annyira azért nem elégedett, de bólogat. Fisichella. Perc van hátra még az időmérő edzésből, és menet közben az árnyékban Rubens Barrichello is kijött. Most itt van Barrichello, most tart a felvezető körénél, miközben Fisichella a gyors körén van, fél másodperccel lassabb az első mérponton már, mint Häkkinen, ami elég nagy különbség. Fisichella jelen pillanatban a mezőny hátsó részében áll, a 17. időt futotta idáig, amikor az előbb kint volt, és ott mögötte Rubens Barrichello, de ez még csak a melegítő köre, és utána kezdi meg a gyors körét. Barrichello, aki jelen pillanatban a 6. helyen tanyázik, 40 perccel az 1 órás időmérő edzés megkezdése után, tehát már a kétharmad lement, amikor is Mika Häkkinen vezet, Mihály Schumacher a második, David Coulthard a harmadik, Ralf Schumacher jelen pillanatban, Mihály Schumacher öccse a 4. helyen van, Heinz-Harald Frentzen az 5., Rubens Barrichello pedig, aki most a melegítő körén van, a 6., aztán jön Trulli, Diniz, Irvine és Villeneuve, az első 10 helyen Fisichellát látjuk a pálya utolsó szakaszánál befutni, és mögötte, ami érdekesebb lesz, úgymond árnyékban autózik Rubens Barrichello, Fisichella befutását követően, úgy nagyjában és egészében 10 másodperccel őt követően kezdheti meg a gyors körét Rubens Barrichello. Fisichella most érkezik a célegyenesbe, ideje 1.29.515, nagyon gyenge Fisichella, és Flavio Briatore, a csapatvezető, nem is nagyon örül neki. Rubens Barrichello ebben a pillanatban kezdte meg a gyors körét, Fisichellát látjuk, ahogy korrigálott egy kanyarban, ő Fisichella. Szóval Flavio Briatore nem nagyon lehet elégedett ezzel a teljesítménnyel. Giancarlo Fisichella jelen pillanatban már a 18. és itt jön Rubens Barrichello. Na nézzük, mire képes Barrichello, aki a 6. helyre csúszott hátra, tehát tovább folytatja azt a szereplést, amit a hétvégén már megszokhattunk tőle a szabadedzéseken. Szóval, hogy nem tud az első 4 közé bekerülni. Na nézzük Rubens Barrichello idejét, itt az első 6 helyezett állása. 42 perccel az 1 órás edzés megkezdését követően Barrichello most azért odavágott az autónak, lehet látni, hogy a pálya szélső pontjain autózik, néha el is hagyja az aszfaltcsíkot, egy pici por is felverődött, nagyon szépen korrigált, nagyon tempósan megy Barrichello, itt Fisichella tűnt ki előtte a képből, itt jön Barrichello,
nézzük majd a részidőt, hogy a részidőket összehasonlítva le is szaladt egy picit a pályáról Rubens Barrichello. Ezt nem nagyon lehet megítélni, hogy mennyire lett lassabb ettől a száguldása, mert nem kellett igazán komolyan korrigálnia. No, itt már a lassabb periódusban van Rubens Barrichello, itt a Tóza, és itt lehet látni azt a sikánt, ahol bejön most Rubens Barrichello a célegyenes bejáratához. Barrichello autójában ülünk. 1.24.830 Häkkinen idejétől jó alaposan elmarad Rubens Barrichello 1,2 másodperccel, 1.26.121-el továbbra is a hatodik helyen van Barrichello. Az előbb láthatták egy pillanatra az állást, és ott van egy meglepetés, a 19. helyen szanyázik jelenleg Johnny Herbert a Jaguarral. Az a Johnny Herbert, akinek ez a 147. Forma 1-es versenye, tehát rutinos, tapasztalt pilóta. Hát ennek ellenére a Jaguarral eddig egészen szédületesen gyengén autózik, nem tud eredményeket elérni, nem jön neki össze semmi, hol kigyullad az autó, hol technikai probléma merül föl. Tehát nem tud jó időt elérni, és Irvine-nak sem megy. Irvine egyébként a 9., de hát a Ferrari jelenleg a képen, és a Ferrari nem tudják megelőzni. És én azt hiszem, hogy ez az igazi meglepetés, nem tudják megelőzni Mika Häkkinent, aki az időmérő edzésen az első helyen áll. Egy pillanatra a Rubens Barrichello magánéletét láttuk, ahogy a komputer monitor nyomkodta és nézte élete párjának teljesítményét, amivel nem lehet felhőtlenül elégedett, hisz Barrichello a saját technikáját figyelembe véve jobb helyet érdemelne, már mint az autót illetően, mint a hatodik hely, ahol jelen pillanatban tanázik. Mika Szálló a Sauber versenyzője, aki az előző brazil nagydíjon, tehát nem állhatott rajta a csapat vezetődőzése miatt, amikor is összepakolták a csapatot. Szálló autójáról kétszer is leszakadt ez a bizonyos hátsó vezetőszár, ami életveszélyessé tette az autó vezetését. Itt az egyik legkomolyabb leszorító erőt produkáló alkatrész a versenyautónak, aminek hiányában majdhogy nem repülőgépé változik egy ilyen Forma 1-es rakéta. Érkezik a célegyenes bejáratához, Szálló Häkkinen ideje 1.24.830. Ehhez képest Szálló vajon mennyivel marad el? Hát jó alaposan 1.26.406, másfél másodperccel. Mika Szálló jelen pillanatban a 8. helyen áll. Így a 4. sorból vághat neki, hogyha most lenne, vagy vághatna neki, ha most lenne vége az edzésnek. A holnapi versenynek 3/4 óra van még hátra a versenyből, amikor Mika Häkkinen érkezik a boxból ki a kijárathoz, tehát 15 perccel az edzés vége előtt. Mika Häkkinen. Mika Häkkinen saját magát próbálja megbiztosítani valószínűleg. Egy gyorsabb kör kellene, ebben a pillanatban nem tudom, önök hallották-e az atmoszférában, ez volt Mika Häkkinen autójának gyorsítása, hogy elhagyta a box utcát. Häkkinen vezette át 1.24.830-tal, és említettem már a tavalyi időket, hogy az időmérő edzésen 1.23.62-vel lehetett megszerezni az első rajtkockát, illetve hogy a futamon 1.28.547-es idő volt a leggyorsabb kör. Lássuk, mert első körét, nem miért körét tudja közben. Szóval lényegesen gyorsabbak lettek az autók, és ha már Häkkinenről beszéltünk, és ha már említettük, hogy kijön és megpróbálja még följebb tornázni, illetve lejjebb tornázni ezt a bizonyos időt. A legtöbb kritika a Mercedes motorokon azért éri egyébként Häkkinen részéről is, hogy túlságosan üdvözlő fordulatszám, túlságosan gyors, és emiatt nem igazán tartós. Bizonyára olvasták, hogy hallották azt a vitát, amelyet Häkkinen provokált, aki elmondta, hogy elégedettebb lenne azzal, hogyha a második, harmadik helyre lenne jó a kocsi, és nem esnek ki, nem kellene, hogy feladja a versenyt. Na de nézzük Ralf Schumachert, aki jelenleg 3/10 lassabb Mika Häkkinennél. Meglepően jól teljesít Ralf Schumacher, ezt hadd jegyezzem meg, közben a 4. helyen áll a Williams BMW pilótája, és azért annak ellenére, hogy szerzett már pontot, ugye a 3. helyen végzett Ralf Schumacher Ausztráliában, időmérő edzéseken nem nagyon kiragadt a BMW, most úgy tűnik, hogy fog. Ralf Schumacher a 2. időmérő pontnál nézzük, hogy milyen eredményt is elmutat a Mika Häkkinennel szemben. 58-95 a finn pilóta ideje, és most már azonosan a Ralf Schumacher, valami történhetett az autójával, mert az előbb 1 másodpercen belül volt, meg lényegesen lassabban megy. Én azt hiszem, hogy nem is igazán izgalmas, hogy jelenleg ebben a körben mit csinál Ralf Schumacher. Izgalmas viszont, hogy mit csinál Mika Häkkinen, aki megkezdte gyors körét. 1.24.830 az ideje, első Mika Häkkinen, második Mihály Schumacher.
és harmadik David Coulthard, de 3/10-re ott van Schumacher, Mikael Häkkinentől, tehát egy biztosítás következik, megpróbál Häkkinen jobb időt, gyorsabb időt autózni itt a jelenlegi legjobb körénél, hogy aztán Schumacher, amikor kijön majd legközelebb, akkor le tudjon közel férkőzni. Hát ez eddig nem jön össze neki. 900-as, a 99-es különbség az első köréhez képest. Beszélgettünk, és jelenleg tulajdonképpen minden arról szól itt Imolában, hogy mit tud, vagy mit próbál csinálni a McLaren, mert ez egy hihetetlenül hangzik egy olyan installónál, amely ugye az elmúlt két évben majdnem minket megnyert, és ahogy most a világbajnokságát megnyert, a Ferrari végzett az élen, Häkkinen idejét azért figyeljük meg. Hű! Nagyon begyorsult a régen, Mika Häkkinen. Én már le is tettem arról, hogy valami jó időt fut, aztán mindössze 7000 a különbség ehhez a bizonyos 1.24.8.30-as időt képes. Szóval visszatérve a McLarenhez, minden arról szól itt a helyszínen is, hogy vajon mi történik akkor, már akár most szombaton, hogyha Häkkinen mondjuk nem szerzi meg az első rajtokkel, de szerintem mi történhet akkor, hogyha a két McLaren kiesik holnap a verseny folyamán. David Coulthard, aki megpróbál tenni azért, hogy ne essen ki a McLaren, ami egyébként a kérdése, de az adó válaszét, amiről beszélgettünk, drámai végkövetkeztetésekhez vezetett, legalábbis Norbert Hauk a Mercedes versenyigazgatója számára. Igen, mert az ember nem is tudné, hogy egy ilyen eredményes csapatnál fejet fújhatnak, már pedig állítólag. És egy ilyen fejet látunk, akinek azért a feje nem újhat le, Rondelli figyelhetünk hátulról, az ellenfél, Luca di Montezemolo, Ross Brown, a technikai igazgató, figyeli a monitorokat árgus szemekkel, Eddie Irvine érkezik a boxba, az állást tetszenek látni pillanatokon belül, Häkkinen, Mihály Schumacher, Coulthard, Ralf Schumacher, Irvine és Frentzen a sorrend, amikor összesen 10 perc van még hátra az időmérő edzésből, ami azt jelenti nagy-nagy meglepetésre, hogy Rubens Barrichello eddig nem fért be az első három sorba, tehát a negyedik sorból kellene nekivágni a versenynek, Häkkinen az, aki jön ki a boxba az előző produkcióját követően, amikor is 7000 másodperccel maradt el saját magától, de hát úgy tűnik, hogy eddig ez az idő elég neki ahhoz, Coulthard is furul ki a boxba, itt a csapatás David Coulthard, hogy őrizze az első helyét. Az ilyen leváltások azért gyakoriak, mert például Leonost, a Babel technikai vezetőjét leváltották Brazília után, és ilyen előadatosság között megtanáltam is történni valamely. A világbajnokság állása egyébként, miközben Alesi produkcióját követjük nyomon, Häkkinen idejéhez mérjük az első részidejét Alesinek, az jelen pillanatban a 16. helyen tanyázik. A világbajnokságban egyébként Mihály Schumacher vezet 20 pontjával, Giancarlo Fisichella 8 ponttal a második, 3/10 másodperccel lassabb Häkkinennél Alesi, ami azt jelenti 18 másodperccel a gyorskör megkezdése után, jó alaposan mögötte tanyázik Alesi továbbra is. Rubens Barrichello a Ferrari másik versenyzője 6 pontjával a harmadik a világbajnokságban, Mihály Schumacher, öccse Ralf Schumacher szintén 6 ponttal volt versenyben van Barrichellóval ezen a bizonyos harmadik helyen, aztán Frentzen és Jacques Villeneuve következik a világbajnoki összesítésben. A csapatok világbajnokságában a Ferrari vezet 26 pontjával, a Benetton 8 ponttal, a második, a Williams 7 pontjával a harmadik. A pontok úgy alakulnak ki, azok kedves nézőkedvéért mondom, akik most kapcsolódnak be a Forma 1-es világbajnoki sorozatba, hogy a 17 versenyen minden versenyen az első helyezett pilóta kap 10 pontot, és még a hatodik helyen célba érkező versenyző is gazdagodik egy ponttal, így természetesen csökkennek a pontszámok. A csapat két versenyzőjének pontszámát összeadva pedig kialakul a konstruktőrök világbajnoksága a 12 utamos világbajnoki sorozat végén. Alesi érkezik a célegyenesbe, ideje 1.27.195, 2,3 másodperccel marad el Häkkinen mögött, és ezzel a 16. helyen tanyázik továbbra is. A kicsit is megkezdték a próbálgatás, az utolsó helyszert, Johnny Herbert is kijött a boxból, ő látható pont a képen, Johnny Herbert, akit említettem, hogy a szereplése idén nagy-nagy csalódás, a 19. övé, az idő az övé eddig, és majd másfél másodperccel lassabb, Mikael Häkkinennél,
De hát a Jaguarokat nem hiszem, hogy mondjuk a McLarenhez vagy a Ferrarihoz kellene mérni jóval inkább a Jordanhez. Szerintem ideje 1.25.973, nézzük, hogy Johnny Herbert ehhez képest mit tud felmutatni. Az már szinte biztos, hogy erről meglehetősen gyártasnak tűnő 19. helyről el fog mozdulni. Ekin ideje, tehát 1.24.830. Johnny Herbert, hát nem mozdul el. Nem megy neki idén, itt sem ment, Brazíliában sem ment, a hetedik körben már mindkét Jaguar kiesett Ausztráliában, hiába dolgoznak a BMW-ök úr. Egy kicsit szólják, be kell szólni, úgy látszik a boxba. Hát meg kell, hogy mondjam neked, hogy ez a Jaguar elég nagy buszulat ebben az évben, amióta elindult a világbajnoki sorozatban, amilyen dírrel durral festegették Kultár a boxban, amilyen dírrel durral festegették, dizájnolták, szervezték, nevet adtak neki, simogatták, nevelgették, etették. Annak az lett a végeredménye eddig, hogy nem igazán produkáltsukat, pedig a csapat előnyével Rubens Barrichello tavaly, ahogy te is említetted, a harmadik helyen végzett a Stuart Fordnak. Igen, és ha már az időmérő edzéseket nézzük és vesszük figyelembe, az a Rubens Barrichello, aki igaz, ugyanahogy most például a képen látható, hogy gyengébb időt fut, hiszen a hetedik idő az övé. Érthető, hogy miért került a Ferrarihoz, mert az időmérő edzéseken egészen varázslatos dolgokat produkált. Barrichello autóját, akiről éppen beszélünk, puherálják ott, elég erőteljesen, sokan behajolva. Tehát lehet, hogy nem véletlen az a produkció, amit idáig Barrichello nyújtott ezzel a hetedik helyes idővel, és nagyon sokan is idegesen szerelgették a Ferrari-t. Szóval a Jaguar előnyével Barrichello jó eredményeket tudott felmutatni az időmérő edzéseken. Például az első három finomot tesztük alapul a tavalyi esztendőn, a negyedik, a harmadik, és itt a manában a hatodik helyet tudta megszerezni. Csak hát nem mindegy, hogy egy Ferrari-val szerz meg valaki a hatodik vagy a hetedik időt az edzésen, vagy Stuart Forddal leszem a Jaguarra. No kérem szépen, 5 perc van hátra az edzésből. Az első négy helyen tanyázó versenyző a boxban van, Häkkinen, Schumacher, Coulthard és Ralf Schumacher, tehát véletlenül várják az utolsó pillanatokat, amikor produkálhatnak az idejükön, vagy javíthatnak. Valószínűleg Mihály Schumacher az, aki megkezdi ezt a javítást. Nem, ez Rubens Barrichello lesz. Igen, ez Barrichello, tehát Schumacher még bent van a boxban. Rubens Barrichellónak valószínűleg az utolsó esélye lesz arra. Häkkinent is várják, avagy Coulthardot, nem látom a szerelőt. Tessék egy kicsit arrébb menni, hadd nézzem meg, hogy ki az, akinek az autóján variálnak. Pedro Diniz közben köröz a pályán. Szóval Rubens Barrichello jön ki most a boxból, és próbál előrébb keveredni, mint az a bizonyos hetedik hely. Ralf Schumacher is megérkezett, önök most nem látják, de mi itt ülünk a box utcával szemben, tehát látjuk, hogy éppen ki jön ki a boxból. Szóval Ralf Schumacher is, aki jelen pillanatban a negyedik helyen van, már kijött a boxból. Pedro Paolo Diniz autózik, miközben Häkkinen és Schumacher, akik az első két helyen vannak, továbbra is bent csücsülnek a boxban. Így és fél perc van hátra még az edzésből, valószínűleg pillanatokon belül ők is végig gondolják, hogy érdemes-e még kijönni, sőt ott lesz még David Coulthard is, aki jelen pillanatban a harmadik helyen van. Lássuk, hogy Barrichello mire képes, illetve hogy Diniz ideje hova lesz jó neki a 9. helyre, másfél másodperc nagyságrendileg a különbség Häkkinen és Diniz között, tehát ez nem volt egy igazán gyors kör Pedro Paolo Diniz számára, aki jelen pillanatban, tehát a 9. helyen van Ralf Schumacher és Barrichello, az úgymond nagyok közül Frentzennel egyetemben kijött. Eddie Irvine viszont fölugrott az 5. helyre, és Mihály Schumacher jön ki a boxból. Mihály Schumacher Häkkinen és Schumacher közül, a Häkkinen-Schumacher duóból, és Barrichello tűnt ki a képből, és hogy rukkoljanak, és hogy szeressék Mihály Schumachert, akkor érvényesíti a komputer. 58-24 Mihály Schumacher ideje, hozzá képest Häkkinen ideje, na mennyivel? 900 másodperccel lassabb, ez még behozható idő, de mind a két mérponttól lassabb volt Häkkinen, aki most elhagyta a pályát, és ez azt jelenti, hogy Häkkinen valószínűleg már nem tud Schumacher elé keveredni. Ennyire jó az utolsó harmadában a pályának, hát tessék! Nagyon megverte Schumachert a végén Mika Häkkinen. A másik McLaren és a másik Mercedes, a másik Ferrari vághat neki a versenynek. Häkkinen, Schumacher, Coulthard és Barrichello az első két sorban, és aztán Ralf Schumacher és Heinz Herald Frentzen követi őket a harmadik sorban. A negyedik sorba kvalifikálta magát Irvine és Járó Trulli, és aztán jön Villeneuve és Pedro Diniz az 5. sorban. Az időmérő edzésen a legnagyobb meglepetésre az, hogy Ralf Schumacher megelőzte a Jordan.
modelleket, tehát a Williams BMW-vel a német pilótnak nagyon-nagyon jól teljesített, a végén ugye kiesett, talán nagy igyekezett az oka, és ami ugye a szomorú meglepetés az olaszoknak, annak ellenére, hogy Michael Schumachert ünnepelték, az az, hogy Giancarlo Fisichella a 19. időt érte el, mindössze a 19. időt a dobogón álló Fisichella. Bevagyok elvenni, majd...